Szevasztok gyerekek, üdv mindenkinek a Street Kitchen konyhából, ez itt a Comfort Food sorozat. Hát biztos veletek is előfordult már, hogy egy pizzánál sokkaltátok a tésztát és keveseltétek a húst. Hát a mostani receptem erre a problémára fog megoldást nyújtani, jön a Z-féle húspizza. Ennek az egész húspizzának az a lényege, hogy csinálunk tulajdonképpen egy vagdalt, tehát ezt bele fogjuk pakolni egy pizzaformába, megsütjük, megpakoljuk úgy, mint egy pizzát, majd paradicsomszószal, mozzarellával. Tehát tulajdonképpen igazi tésztát nem is fogunk készíteni, viszont csinálunk egy iszonyatosan jó vagdaltat. Ennek az első lépése, hogy fogunk egy szép vörös hagymát finomra vágjuk, és ezt bedobjuk egy tálba. És itt már rá is térünk a legfontosabb hozzávalóra, a sertés darált húsra, jó minőség, és hogyha egyébként lehet válogatni, akkor nézzetek olyat, amelyik magasabb zsírtartalmú, ez éppen itt 30%. Hát ezek a zsírok azok, amik meg fogják adni ennek az egésznek az ízét, a szaftosságát, úgyhogy szépen fogjuk, és ezt a darált húst, ezt úgy, hogy van, rádobjuk a hagymára, és ezt a műveletet megismételjük, mert hogy összesen 1 kg darált húsra van szükségünk, szóval még egy csomagot kibontunk, ez is szépen repül ide a tába, de és most ezt a húst ezt be fogjuk fűszerezni, természetesen só, ugye 1 kg hússal dolgozunk, úgyhogy ezért lehet hozzáadni rendesen. Jó alaposan megborsozzuk, és hát mivel húspizzát készítünk, ezért belecsempészünk az olasz konyha alapvető ízjegyeit, szépen mondtam, úristen. Például belepakolunk egy kis szárított oregánót, egy kis szárított kakukkfüvet, mehet bele majoranna is, nyomunk bele 2-3 gerezd fokhagymát. Általában ugye mi ilyen magyaros verzióban szoktuk ezeket a sertéshúsos vagdaltakat készíteni, de most meg fogjátok látni, hogy a sertéshús, a darált sertéshús egyébként iszonyatosan jóban van ezekkel az olaszos fűszerekkel, nagyon jó ízek jönnek ki. Hát ugye pizzáról van szó, úgyhogy majd paradicsomos szószt is fogunk készíteni, amit a tetejére rápakolunk, de egy kis paradicsomot azt belecsempészünk ebbe a darált húsos cuccba is. Mamma mia! Hát igazi olasz húspizza, amikor az olaszok erről nem hallottak, de nem baj, majd most megtanulják, hogy mi az igazi húspizza. Ja, és majdnem elfelejtettem, kötőanyagként szoktam belerakni egy kis zsemlemorzsát, na hát ez fog valamilyen szinten emlékeztetni minket az igazi pizzára, mármint hogy van benne valami kis lisszerűség, hát egy 4 kanállal így. Na és akkor most gyakorlatilag egy kis gyurma foglalkozás következik. Szépen összedolgozzuk a hagymát, a húst, paradicsomszósz, jó, már most iszonyatosan jó, ilyen olaszos illata van az egésznek, a fűszerektől, a paradicsomtól. Lazán összegyúrjuk, hogy egy ilyen homogén masszát kapjunk. A pizza tésztánk az el is készült, és még kelesztenünk sem kell, csak egy kicsit félredobni, és megcsináljuk tulajdonképpen a formáját, egy ilyen süti formát fogok használni. Minél nagyobb, annál jobb, ugye ki hogy szereti vékony tészta, vastag tészta, itt is majd a hús vastagságával lehet játszani. A lényeg, hogy a torta formát egy picit ki kell kenni olívaolajjal, így, szépen elegyengedjük itt a forma alján meg az oldalán. Ennek igazából semmi jelentősége nincs, csak olyan olaszos, nem? Itt olívaolajjal kikenjük, és közben valami olasz slágert hallgatunk. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità, e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. Gondolom ide majd be is került tényleg frankon egy olasz sláger. Na, a kiolajozott formában jöhet szépen bele a tészta, ami ilyen esetben ugye ízesített, darált sertéshús, és ezt bepakoltuk, akkor szépen el kell egyengetni, hogy mindenhol kitölt, nem kell ez kanál gyerekek, kézzel kell dolgozni, ígyni, mint ahogy egy igazi pizzakészítő is kézzel dolgozik. Szépen bele kell nyomkodni a húst, nézzétek meg, hogy összeálljon ez a kis pizzás fazon. Így mindjárt meg is vagyunk. És akkor most jöhet a szokásos pizzás dobálás, pörgetés, nyújtás, így. Látjátok, milyen szép kerek lesz a pizzák? Kész! Pronto! Na ezzel már így is meglehetnénk, de még nem vagyunk meg, mert ezt föl fogom turbózni. Egészen vékonyra szeletelt krumplikat fogok még rápakolni, ez is rásüljön. A krumplikat már megpucoltam. Jó, igazából nem is ilyen, hanem az emi. Mandolint fogok használni, ügyelve arra, hogy az ujjamat azt ne szeleteljen bele a kajába. Úgyhogy jön a krumpli, és egész vékonyra szépen ezt most föl fogom szeletelni, figyeljétek. Így né, megvannak a csodálatos kis krumpli szeletkéim. Ezeket egyszerűen, lehet, hogy ide rakom, hogy jobban lehessen látni, de egyszerűen elkezdem itt szépen körbe-körbe rápakolni.
Még egy kis fűszerezés a krumplira, só, bors, kicsi friss rozmaring, lehúzva az ágról, felaprítva, és rászórva a krumplira. Olívaolaj, kicsit meglocsoljuk a krumplit, szépen süljön, és ha megvagyunk, akkor az egész most repülhet be a sütőbe, amit nem állítottam túlságosan forróra, 160 fok, itt egyszerre fog megsülni alul a hús, és a krumpli is sopogós lesz a tetején, majd meglátjátok. Mutatom, hogy milyen lett a végeredmény, pontosabban nem is a végeredmény, mert azért még fogunk ezt azt csinálni ezzel a kis húspizzával, de most is egészen ígéretes a helyzet. Ami még a dolgunk, hogy ez egy igazi pizzává váljon, az az, hogy csináljunk egy szuper kis pizzaszószt. Ehhez először is elkezdünk hevíteni egy serpenyőt, és ha ez megvan, akkor egyszerűen csak beleöntjük a paradicsomunkat. Passzírozott paradicsom, amit lehet, hogy nagy felületen kezdünk el hőkezelni, vékonyra szeletelt fokhagyma, így egy egész gerec szépen repülhet bele. Só és bors, zöld fűszerek ide is természetesen, kis kakukkfű, kis oregano, egy kevéske olívaolaj, és egy nagyon gyors, tényleg 2-3 percig tartó összerottyantás. Lekapcsolom a hőt teljesen, és még belecsipkedek egy kis bazsalikomot, általában ezt nem is szoktam vagdosni, hanem csak így kézzel így beletépkedem, így ahogy jön, mehet bele egy kis szár is, semmi gond vele, teljesen jó. Ezt nem kell főzni a bazsalikomnak, akkor lesz jó az íze, hogyha tényleg így nyersen ki tudja adni magából. Elkeverem, és gyakorlatilag ezt a villámgyorsan elkészült kis pizzaszószt, ezt már pakolom is rá a húsra. Gyakorlatilag elkezdünk úgy kinézni, mint egy rendes pizza, nézzétek meg. A sült krumplira és erre a húsra. Szépen jön rá ez az ízletes, zöldfűszeres, fokhagymás, paradicsomos szósz. Mi kell még egy rendes pizzára, gyerekek? Sajt természetesen, egy kis mozzarella. Rátépkedjük így, és hagyjuk, hogy ez szépen majd a sütőben ráolvadjon, mert most vissza fogom rakni a sütőbe, föltekerem 180 vagy akár 200 fokra is, itt már igazából csak az a dolgunk, hogy ez a mozzarella egy picit megolvadjon, és onnantól megvagyunk, egy picit lehet várni, hogy kihűljön, és utána szeletelni, mint egy pizzát. Jó étvágyat, gyerekek! Pontosan az, amit ígértem, egy pizza sok hússal és kevés tésztával. Hát, hogy el tudtok képzelni egy igazán frankó vagdaltat, hát ez az, de annál egyébként sokkal-sokkal több. Ugyanis ne felejtsük el, telepakoltuk olyan fűszerekkel, amitől tényleg pizza íze van. Ott van rajta a ráolvadt sajt, ott van rajta a friss bazsalikom, ott van rajta a paradicsom szósz is. És hát azt se felejtsük el, hogy rajta van egy ropogós krumpli réteg, ami pontosan elég szénhidrát egy igazi húsevőnek. Teszteljétek le! Ciao. A videót a Soproni óvatos duhaj család támogatta. A recept támogatója a PIK friss hús prémium termékcsaládja.